Mindenkit sok szeretettel köszöntök ebben a rövid videóban. A videó célja, hogy bemutassa a Genymotion emulátort, annak letöltését, telepítését, rövid üzembehelyezését. De mi is a Genymotion? A Genymotion egy VirtualBox alapú emulátor az Android fejlesztők számára. De miért van szükségünk egy új emulátorra a gyári megoldás mellett? Azért, mert számtalan területen sokkal jobb, és kényelmesebb megoldásokat biztosít a fejlesztők számára. Ezek közül talán a leglényegesebb, hogy nagyon gyors fejlesztést tesz lehetővé, hiszen a gyári megoldás is nagyon jól működik, de esetenként igencsak lassú tud lenni. Első lépésként töltsük le a genimotion.com oldalról az emulátort. Ehhez be kell regisztrálnunk, ha valaki ezt megteszi, utána be kell jelentkeznie megteszem én is. És ha sikeresen beregisztráltunk, jobban mondva bejelentkeztünk, akkor töltsük le a Genymotion emulátort, Ugye többféle platforma élhető el, Windows, Mac, Linux, és ezek mind VirtualBox alapúak. Töltsük le most mi a Windows 32 per 64 bites, és virtualbox szal együtt töltsük le, hiszen nem kötelező együtt letölteni, hiszen a VirtualBox-ot külön is lehetséges telepíteni. Míg a letöltés történik, nézzük meg, hogy milyen pluginok érhetőek el hozzá. Lehet látni, hogy Eclipse plugin is elérhető hozzá, de mi most Xamarin fejlesztésbe fogjuk bemutatni ezt az emulátort, de látható, hogy más fejlesztő környezetekkel akár sokkal jobban is együtt tud működni. Induljon el a telepítés, ez egy szokásos Next Next Finish művelet. Ugye a Jenny után települni fog az Oracle Virtual box megoldása. Elfogadjuk, megbízunk, hajlá, menjünk csak végig a telepítésen. elindul a Genimotion. adjunk hozzá egy új virtuális eszközt, ugye itt be kell ugyanúgy jelentkeznünk, És szépen kilistázza az ablakba az elérhető virtuális eszközök listáját. Szépen bővül ez a lista egyébként, egészen nagyra is nőtt mára az elérhető eszközöknek a listája. Itt lehet különféle szűréseket tenni, legyen 4.3-as. egy Nexus 7-est telepítjünk. Most letöltődik a virtuális eszköz. és ha kiválasztjuk magát az eszközt, akkor a Play gombbal tudjuk elindítani magát a virtuális eszközt. Készen is vagyunk. Voilà, itt van a virtuális eszköz mi minden tud az emulátorunk. Ugye egyrészt az energia eseményeket tudjuk ezzel az emulátorral könnyen szimulálni. On, off, éppen mennyi legyen a töltöttség, töltőn vagyunk, nem vagyunk töltőn, és a többi, tehát ezekre az eseményekre föl tudjuk készíteni az alkalmazásunkat nagyon könnyen. Van GPS, on, off, Igaz, a koordinátákat, amelyeket ugye az alkalmazásunk felé szeretnénk küldeni, azt manuálisan kell megadnunk, de hát azt gondolom, hogy semmi probléma nincsen ebből. Kiválasszuk a települést, ugye meg is van, megadhatjuk még a pontosságot is, és a többi. Tehát azt gondolom, hogy a GPS pozíciók megadása egy alkalmazás felé az is nagyon kényelmes és nagyon jó. Itt van ugye a kamera, amelyel az eszközünknek a kamera modulját tudjuk emulálni. Rámegyünk, bekapcsolhatjuk, itt ki lehet választani, hogy előlapi vagy hátlapi kamera, webkamera vagy éppen egy ilyen emulált kameraképet küldjünk az eszközünkre. Front, back és természetesen mind a kettőnél a géphez kapcsolt valódi webkamerát is bekapcsolhatjuk, így akár azt követő algoritmusokat is tudunk ugye tesztelni ebbe az emulátorba, emulátoros környezetbe nagyon könnyedén. Hangerő föl, le, forgatás, eszköznek az elforgatása nagyon kényelmesen megy. Az átméretezés, visszaforgattuk. szépen mindent könnyedén meg tudunk tenni, és akkor nincsen más háta, mint hogy elindítani egy applikációt erre az emulátorra, a Samarin környezetből elindítjuk a Visual Studio-t, létrehozunk egy új androidos alkalmazást, ez most kivételesen legyen egy OpenGL application. Nem fogunk kódot írni, tulajdonképpen elfogadjuk a gyári demo applikációt. Jó. Elkészült, megszületett a kód. És látható itt az eszköztárban, hogy a cél androidos eszköz, most valamiért megváltozott, de ki tudjuk választani, hogy Jenny Motion Google Nexus 7 2013 4.3-as, válasszuk ki, és már is mehet a start. Nézzük meg a buildnek a folyamatát. Most lehet látni, hogy installáljuk ugye a mono könyvtárat, ami nagyon hosszú folyamat a gyári emulátor tekintetében, hiszen ez egy új eszköz volt, és voilà, már is itt vagyunk. Azt gondolom, hogy a alkalmazások tesztelési idejét nem picit lehet lerövidíteni a Jenny segítségével, és látható, hogy Visual studio a Samarin segítségével is igényelhető tudjuk venni ezt a virtuális eszközt. Egyetlen egy dolog van még, amire föl kell hívnom a figyelmet, mégpedig az, hogy sajnos gyázilag, bár egy időben, ha az emlékeim nem csalnak meg, szerepeltek a Google Play szolgáltatások ezeken a virtuális eszközökön, de mára ezek az eszközök már nem találhatóak meg, és így, ha például a térképszolgáltatást szeretnénk majd igénybe venni, akkor sajnos jelenlegi formában nem tudnánk ezeket az eszközöket fejlesztése használni. Ezen egy picit tudunk segíteni, ezen a kényelmetlenségen, hiszen ha fölkeressük ezt az oldalt, akkor le lehet tölteni a különféle Android verzióhoz a Google-nek a Play szolgáltatásait. Ezek közül ugye a legfontosabb a Store alkalmazás, amely segítségével ugye már magunk is le fogjuk tudni tölteni a google a Maps alkalmazását. Itt van az Android verzió, szépen válasszuk ki a linket és akkor itt le fogjuk tölteni egy zip állományba ezt a csomagot. Én ezt már előre megtettem a letöltések között. Ilyen formában fogjuk megkapni a Google szolgáltatásokat összecsomagolva, majd fogjuk meg ezt a zip állományt, és húzzuk rá a virtuális eszköze, ekkor a zip állományban található applikációkat elkezdi telepíteni a virtuális eszköze az emulátor. Fogunk kapni hibaüzeneteket, de semmi gond, okézzuk csak le. A legvégén pedig, hogyha jól emlékszem, akkor újra is kell indítani a virtuális eszközt. Igen. Oké. Bezárom. Ez a legegyszerűbb módja. És elindítjuk újra. A virtuális eszközünket. Igen, lehet látni, hogy upgrading történik. Oké. Okay. és akkor most már ugye meg kéne adnunk egy accountot, és akkor belépve már mondjuk a térkép alkalmazást tudjuk telepíteni, vagy bármilyen mást, és teljesértékű teljes értékű virtuális eszközzel van dolgunk a fejlesztés alatt. Nagyon tudom ajánlani a Genymotion virtuális eszközt, egy nagyon jó barátja az androidos fejlesztőknek. Ő, nyilván van fizetős verziója is, amely még többet tud, de hobbi meg ismerkedéshez kiváló ez a verzió is, kiválóan megfelel a fejlesztői feladatokra. Azt gondolom, hogy egy esélyt mindenféleképpen adni kell neki, hiszen az az idő, amelyet mespolol nekünk, az nagyon sokba kerülne más megoldások esetén. Köszönöm a figyelmet, és további jó kódolást!